És a Mi Hazánk elnök helyettese Dúró Dóra van a stúdióban elsőként, kezdjük csak, nem jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánunk, és a ma reggeli kérdező társunk pedig az Index újságírója Hercsel Adél, neked is jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm a meghívást. Akkor el is kezdem a kérdezést, ugye tanár demonstráció, diák demonstráció lesz a mai napon. A Mi Hazánk mivel fog hozzájárulni ennek a mai napnak a sikeréhez? Készülnek-e valamivel? Egyrészt tegnapi a napi rend előtti felszólalásban mi is az oktatás kérdésével foglalkoztunk, és számos más demonstráció is lesz még a hónapban, amelyen például az oktatás is téma lesz. Nagyon sokat beszéltünk már erről, nem csak mi, hanem elsősorban a szereplők, mert őróluk szól valóban elsődlegesen a diákokról és a pedagógusokról, és én nagyon örülök neki, hogy megmozdultak végre, és összefognak, és ilyen közös tiltakozó akciókat hoznak létre tényleg az ország különböző pontjain és ilyen kreativitással. Két dolgot szeretnék még kiemelni. Az egyik az, hogy most már talán úgy látom, hogy nem csak hátrányos helyzetű régiókban van probléma, nem csak vidéki kisiskolákban van probléma, hanem bizony elérte az oktatás, a pedagógus hiány a budapesti elitgimnáziumokat és az egyházi intézményeket is. Tehát én arra számítok, hogy ez a fajta társadalmi felháborodás, ez a fajta a társadalmi tiltakozás, ez még szélesebb körül lesz, és olyan emberek is most már a saját bőrükön, vagy a saját gyermekük bőrén érzik, akik ennek eddig mondjuk távolinak tűnt, vagy ki tudták ezt kerülni különböző módokon. Tehát ez nagyon fontos. A másik, hogy a kormány láthatóan nem tud semmit reagálni ezekre érdemben, nem tud támadni, nem tudja ezeket a tiltakozásokat hitelteleníteni, ami nagyon-nagyon fontos, mert ha visszaemlékszünk a korábbi évekre, akkor rendszerint baloldali tiltakozásnak, meg sorosista akcióknak állította be a kormány a pedagógusoknak a tiltakozását, és most ezt nem tudja megtenni, mert olyan mértékű a társadalmi felháborodás, és tényleg mindenki a maga bőrén érzi ezt. Ugye szimbolikus esetek vannak, amiről itt a felvezetőben is beszéltek, de egy ilyen másik eset, ami szintén körbejárta a közösségi médiát, hogy egy adott iskolába takarítói állásba magasabb fizetést kínáltak, mint egy egyetemet végzett tanárnak. Ez is mutatja, mint csepp a tengerben, hogy mekkora a probléma az egész ágazatban. Úgy, hogy ön is említette itt a beszélje során, hogy önök is készülnek majd egy ilyen demonstráció, országos demonstráció, vagy az október végén 26-ával kezdődik el, de ön szerint egyébként a mai nappal ez az élő lánc és a hozzá kapcsolódó tüntetésnek mi lesz egyébként majd a következménye? Hogyan látja politikusként, országgyűlési képviselőként ezt a folyamatot? Hát minél több tiltakozás van, annál jobb. Én ezt tudom mondani az oktatás helyzetét tekintve. Hogy annál, tehát mi lesz annál jobb, hogy a kormány, ahogy ugye sokan fogalmaznak, meghátrál, és egyből ad a pedagógusoknak fizetésemelést, arra gondol? Annál a helyzetnél rosszabb, mint ami most van, és amit a kormány a jelenlegi ígéretei alapján sejthetünk, annál rosszabb, azért nehezen elképzelhető, hogy lesz. Tehát igen, úgy gondolom, hogy lehet eredményt elérni azzal, hogyha nyomást gyakorolunk a kormányra, és az egy elképesztő cinizmus szintén, hogy Brüsszelre mutogatnak a pedagógus bérek esetében. Tehát egyrészt Brüsszel ugye nem finanszíroz bért effektíve. Nyilván a kormány azt mondja, hogy ezeket a forrásokat akkor másra el tudja költeni, de az egészen elképesztő, hogy 12 évnyi kétharmados kormányzás után ilyen helyzetben van az oktatás, és bevallottan ők a brüsszeli pénzek nélkül nem is tervezik azt, hogy emeljék a pedagógusoknak a bérét érdemben, holott elképesztő a hiány. És még egy nagyon fontos aspektus, hogy miért is annyira mélyreható a probléma. Mert a létszámhiányt, azt nem lehet egyik napról a másikra pótolni. És azokat a tanárokat, akik elhagyják a pályát, őket még egy nagymértékű béremeléssel, amit egyébként szintén elképesztő módon, ugye 2026-ra meg 27-re ígérget Gulyás Gergely, tehát még azzal sem lehet egy csettintésre visszahozni. Ha valaki most elhagyja a pályát, kialakít egy másik munkahelyet, egy másik egzisztenciát, egy másik életre berendezkezik a családja, őt nagyon nehéz lesz visszahozni a pályára. Ezt látjuk egyébként
egyébként, hogy a Covid lezárások miatti ágazatokban is munkaerőhiány van továbbra is, hiszen az emberek máshol helyezkedtek el. Azon túl, hogy a parlamentben kérdezik a kormánypárti politikusok, a sajtótájékoztatót tartanak, tervezi-e a Mi Hazánk és önök a parlamenti képviselők azt mondjuk, hogy a sztrájk alapba befizetnek, mert hogy ilyet hallottunk más politikusoktól, ezzel konkrétan segítve a sztrájkoló tanárokat. Elképzelhető, és minden olyan törekvést, ami politikamentes a tanároknak a részéről, azt mi támogatjuk, csak nem szeretnénk, hogyha azzal, hogy egy párt mondjuk kifejezetten melléjük áll, vagy egy tüntetésre elmegy, ezzel rontanánk az ő esélyeiket, és megadnánk azt a lehetőséget a Fidesznek, hogy ráhúzza, hogy ez valójában egy ellenzéki tiltakozás, egy párt tiltakozás. Én most úgy látom, hogy van egy óriási felhajtó ereje magának a tanártársadalomnak, a diákoknak, ennek az összefogásnak, és most én úgy érzem, hogy a pártoknak a beavatkozása ebbe most káros lenne. Mi a saját csatornáinkon, a saját lehetőségeinkkel élve tesszük a dolgunkat természetesen, igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani pedagógusoknak, de azt, hogy most a pártok ebbe olyan mértékbe beszálljanak, hogy össze lehessen mosni a kettőt, azt én most károsnak tartom. Igazából a képviselőasszony azt említette, hogy itt ez egy politikamentes történet, de azért ugye a napirend előtti felszólalásában is felhívta arra a figyelmet, hogy a kormány azért mégiscsak próbál politikai ügyet csinálni ebből, ugyanis a brüsszeli pénzektől teszi függővé a pedagógus béreknek az emelését. De ugye a kérdésem az arra vonatkozik, hogy azért ön is már elég régóta benne van a magyar közéletben, és régóta politizál, hogy miért ennyire rettenetesen nehéz a kormánynak, hogy valamit kezdjen az oktatás helyzetével. Tehát, hogy nyilván ezt mindannyian próbáljuk már nagyon régóta megfejteni, hogy önnek mi a teóriája ezzel kapcsolatban. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és valóban, hogyha visszanézünk arra, hogy az elmúlt 12 évben a Fidesz kormányzása idején az oktatás irányításában mi történt, akkor szerintem megkapjuk erre a választ. Tehát volt egy Hoffmann Rózsa korszak az elején, amikor a Fideszen belülről is rengeteg kritika érte Hoffmann Rózsa mind szakmai, mind finanszírozási szempontból, és az pedig önmagáért beszél, hogy azt követően ugye az MA óriás minisztériumában egy államtitkári szinten szerepelt az oktatás, most pedig a belügyminisztériumhoz, Pintér Sándorhoz került, aki egyébként bevallottan nem oktatási szakember, tehát ő egy klasszikus belügyminiszter volt már 1998-ban is, tehát az, hogy a Fidesznek, a kormánynak nincsen egy olyan embere, aki rendszer szinten átlátná ezt a problémát, az egész rendszert az oktatásban, és tudná, hogy mihez, hogy kell nyúlni. Ez egy politikai vezetői probléma a kormány részéről. Másrészt, mivel nincsen ilyen úgymond kijáró embere az oktatásnak a kormányban, ezért nyilván sokkal nehezebb az érdekérvényesítés, mert nincs gazdája igazából a területnek, sőt, talán most is 3 vagy 4 minisztériumhoz van szabdal, vagy a Palkovics minisztériumában is találunk, illetve kicsit a Kulturális és Innovációs Minisztériumban is, tehát nincsen az egész ágazatnak egy gazdája, aki felelősen tudná ezt képviselni. Ez óriási probléma, de itt már nem csak szakmai kérdésekről van szó az oktatás jelenlegi helyzetében, hanem finanszírozási kérdésekről elsődlegesen. És ez pedig az egész állami szférára sajnos jellemző. Tehát, hogyha megnézzük az oktatás mellett az egészségügyet, a szociális ágazatot, a közigazgatást, a rendvédelmet, a honvédelmet, mindenhol rendkívül alacsony fizetésért dolgoznak az emberek, és létszámhiánnyal küzdködnek. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy ugye tegnap vendégünk volt itt a stúdióban, Pajha Tamás, ugye Emília készített vele nagy interjút, és ugye hát több információ nyilván elhangzott. Az egyik fontos információ az volt, hogy aminek ő nyilván nagyon örült, hogy csütörtökön, tehát holnap ugye már kezdett az új munkáján dolgozni. Másról ugye ebben az interjúban emlékeim szerint ugye azt is elmondta, hogy a Helsinki Bizottság, ugye jól emlékszem, Helsinki Bizottságtól kapott jogi segítséget, és hogy ön szerint egyébként majd a többi pedagógus, aki már most azt érzi, hogy veszélyben van, vagy ugyanúgy elbocsátották, mint ahogy Pajha Tamást, mint például Törlei Katalin, milyen segítséget kellene nekik adni, hogy ezt a jogorvoslatot megfelelő módon tudják kezelni?
Hát a jogorvoslat az elsődleges nyilván, de a legfontosabb az lenne, hogy ilyen helyzet ne alakulhasson ki. Na jó, de hát kialakult. Világos, de ez is mutatja egyébként a kormánynak a hozzáállását, és az egyes emberek esetében is, hogy elveszítik kvázi a munkahelyüket, akik a tiltakozásban részt vesznek, vagy felvállalják a véleményüket, de az egész sztrájk törvény módosítással kapcsolatban is ezt láttuk, amit a kormány még a nyáron hozott, hogy amikor a pedagógusok elkezdtek a sztrájk eszközéhez nyúlni, akkor a kormány válaszul nem érdemben elkezdte a tárgyalásokat velük, hanem a sztrájk jogukat is csorbítani akarta, illetve csorbította is. Tehát ez egészen elképesztő. Ugyanakkor ezek az esetek szintén felhívják egyre több embernek a figyelmét arra az igazságtalanságra, ami az egész oktatási rendszerben zajlik. Tennék egy témát azzal kapcsolatban, hogy ugye úgy fogalmazott a Mi Hazánk, hogy az Európai Bizottság és a kormány között zajló vita, amivel kapcsolatban ugye most nagyon sok törvénymódosításról szavaznak, az egy látszat vita, és ez önök szerint a jogállamisághoz és a korrupcióhoz egyáltalán nem kötődik. Miért nem? Ugye a Mi Hazánk is vádolja sok esetben korrupciógyanús ügyekkel a kormányt. Mindenki azt mondja, hogy nyilván a tartalma múlik majd, hogy a most létrejövő módosítások, hatóságok hogy működnek, de abban nagyjából mindenki egyetért, hogy azért ez egy előrelépés lenne, hogyha a kormány valóban érdemi tartalommal törtené meg ezeket az intézményeket. A mostani intézmények normális működése mellett, tehát hogyha a mostani Polt Péter vezette ügyészség tényleg üldözné a korrupciót és a bűnt, akkor is lehetne elszámoltatás, vagy lehetett volna elszámoltatás Magyarországon, nem lett. Az, hogy az integritás hatóság elnökét Novák Katalin fogja kinevezni, én nem sok jót remélek attól, és szerintem naivitás azt gondolni, hogy itt a kormány ténylegesen a saját maga gazdasági érdekköreit meg akarja büntetni, vagy meg akarja fékezni. Azért mondtam azt, hogy két hiteltelen szereplőről van szó, mert az Európai Unió is kettős mércét alkalmaz jogállamisági kérdésekben, ezt számos alkalommal láthattuk. Elég a 2006 őszi eseményekre gondolni Magyarországon, amikor kifejezetten azt mondta Barroso, akkori bizottsági elnök, hogy az, hogy mi történik Budapesten, az Magyarország belügye. Most érdekes pedig nem belügye, de említhetnék számos más kérdést, amikor a szlovákok be akarták. Nagy különbség, hogy uniós források felhasználásáról van most szó. De bármilyen eljárást akkor is kezdeményezhetett volna az Európai Unió jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, és nem tette meg. Tehát, de számos más ügy is van, amikor ez kiderült, amikor a szlovákok be akarták tiltani a magyar himnusz éneklését a stadionokban, akkor sem szólalt meg az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság. Tehát nagyon sok olyan ügy volt az elmúlt időszakban, elmúlt években, mióta a tagjai vagyunk az Európai Uniónak, amikor láttuk ezt a kettős mércét. És nem látom az őszinte szándékot itt sem a Fidesz részéről, hogy a korrupciót vissza akarnák szorítani. Tehát Orbán Viktor egész rendszerének lényege az a korrupció, amire felépítette rendszer szinten a mechanizmusait, és nem hiszem, hogy érdemi változás lesz. Lehet, hogy valamennyit sikerül ebből lefaragni, de hogy a rendszer szintű korrupció továbbra is felmarad, nekem az meggyőződésem sajnos. Egy kicsit én is témát váltanék, hogy itt az utóbbi időben azért volt példa arra, hogy a Fidesz valamelyest megfogadta a Mi Hazánknak a javaslatait, ugye gondolok például a csók büntető kamat maximálásra, illetve ugye a szívhang törvényre, ami elég nagy visszhangot váltott ki, hogy most milyen a viszonyulásuk a Fideszhez, mert látom, hogy van kritizálás, de nem az az ész nélküli kritika, ami azért nagyon sokszor megjelenik a baloldali pártok részére, vagy ez a nagyon durva, amit ugye a Robi is említett, hogy most milyen a viszonyulásuk a Fidesszel. Hát annak nagyon örülünk, hogy már most fél éves parlamenti politizálás után több ügyben sikerült elérnünk eredményeket, és valóban a szívhang rendelet is ilyen, de valóban a csók büntető kamatának az eltörlése is ilyen, illetve mérséklése is ilyen. Tehát nem csak úgymond szimbolikus ügyekben, hanem anyagi vonatkozású kérdésekben is sikerült olyan javaslatokat tennünk, amelyeket elfogadott a kormány. Mi igyekszünk ennek mentén politizálni a későbbiekben is. Tehát annak nem nagyon van értelme, hogyha ész nélkül minősítgetjük egymást. Az ország a fontos, az emberek a fontosak. Most nagyon nehéz idők jönnek azért mindenkire. A rezsiszámlák, a benzinár, akár élelmiszer ellátás is veszélybe kerülhet. Tehát úgy gondolom, hogy felelős ellenzékre van szükség, és ezért is igyekszünk ennek a mércének megfelelni. Ugyanakkor tiltakozunk is, hiszen ordító hazugságok vannak a kormány részéről, amelyek
amelyek lelepleződtek akár a rezsivel kapcsolatban, és ezért úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy mi is hozzátegyük ezekhez a tiltakozáshoz. Még egy gyors filmkérdés a végére, már viszonyulásról van szó. Ugye zajlik a úgymond népszavazás után a 4 orosz ellenőrzésre lekerült ukrajnai régió csatlakozásának a legitimálása, ugye ezt az orosz parlament felsőháza tette meg legutóbb. Elismeri-e ezt, ezeknek a területeknek az Oroszországhoz kerülését a mi hazánk? Hogyan áll ehhez a népszavazáshoz és ehhez a lépéshez? Igazából ez, én úgy gondolom, hogy várható volt az oroszok részéről, hogy valami hasonlót fognak megpróbálni. Igazából nem az a kérdés, hogy most elismerjük-e ezt, hanem az a kérdés, hogy ebben az egész konfliktusban hogyan tudunk a béke és a megoldás irányába. Nekem az volt a kérdésem, hogy elismerik-e. Legitimnek tartják-e ezt a lépést? Hát a nemzetközi jog alapján kérdéses ennek a legitimációja nyilvánvalóan. Igen, ugyanakkor nem tudok igennel vagy nemmel válaszolni erre a kérdésre, mert bonyolultabbnak tartom annál, mint hogy most itt egy... Akkor segítek, egyedül Észak-Korea tartotta ezt legitimnek. Értem, de attól, hogy a nyugat-európaiak, meg az Egyesült Államok, aki ennek a konfliktusnak szerintem azért igen vastagon részese, a zsigerből nem tartja ezt legitimnek, vagy attól még a mi véleményünket ezzel kapcsolatban ez nem befolyásolja. De ezek szerint nem alakult ki. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.